Holnap elkezdődik az EB, még túl vagytok egy hónapos felkészülésen. Mi van ilyenkor a fejedben, amikor a munka elvégezteted, de az eredmény az még várat magára? Ez most sok dolog az ember fejében van. Ez embernek a fejében van, annak honnan kezdte, 11 év ezelőtt, mikor senki nem volt, mindenki elmenekült. Egyedül maradtunk a Pór Péter és a pár stábtagok, jöttek a fiatalok, és ott kezdtünk. És nyilvánvaló, ha az ember a fejében van ilyen dolgaiba, arra tud értékelni, és tud örülni. Egyébként ilyen visszatekintő ember vagy? Tehát, hogy sokat visszaemlékszel, amikor mondjuk téged valamilyen támadásért, amikor nincs senki. Tehát ezeket ilyen, az elégtétel ilyenkor gyakran visszajön a fejedben? Én írom. Megvannak a mindenkinek a pluszok, a mínuszok is, nagyjából úgy állok az emberek, mert az a nem csak negatív dolgai miatt, ember sokszor, ha egy újságíró 9-szor ír róla jó, és egyszer rosszul arra emlékszik, ez a rossz, nem? Mert alapvetően benne a mentalitásból, azért nem rossz emlékezni a dolgaiból. Azt mondom, munka fogunk végezni, megvan egy terv, ha nyerünk holnap, megvan egy terv, ha nem nyerünk, úgyhogy a kész vagyunk a mindenről. Ja, mondtad, hogy 11 éve elkezdődött egy munka. Ennek a magyar válogatottnak pont ma mondtam egy videóban, hogy a rendszer meg a folytonosság az egyik fő erőssége. Képesek vagyunk-e váratlant húzni? Akarunk-e váratlant húzni, vagy ez a csapatnak nem állna jól? Hát mi nem tudjunk, ha akarunk is. Ha? Nekünk megvan egy rendszer, mi ez a rendszer alapjáló. Alkalmazkodjunk, minden meccse másképpen játszunk. Arra ne legyen abban, mert sokan azt mondják, hogy úgy rotálunk, így rotálunk, például csehek jelen, kifejezetten szűk rotáció volt, úgyhogy minden meccs a másik, minden ellenfel a más, úgyhogy a rendszer azért van, hogy tudjunk alkalmazkodni, a rendszer az ugyanaz, csak játékunk mindig más. Hangó Ádámmal elég sokáig nem tudtál együtt dolgozni a ismert okok miatt. Most, hogy újra kezed között volt így több héten keresztül, miben változott? Változott? Nem. Ugyanaz. Ugyanaz a mi Ádámunk, melyik szerettünk meg, melyik a plusz ad ide, plusz teszi. Itt a válogatott, meg a játékosok szeretik, és nem úgy érzik, hogy valaki jut, hogy elvette tőlünk valami, jut valaki ki, mindenki értünk teszi plusz. Van előttünk 5 meccs, haza fogunk menni majd valamikor, egy valamilyen mérleggel. Mi az, ami neked nem férne bele? Tehát, hogy mi az, amire azt mondod, hogy srácok, nem ebben maradtunk? Abba, hogy ne sérüljön senki. Ha hazamegyünk, épségben mindenki egyben, ne sérüljön senki, én az abszolút elégedett leszek. Közben tudom, ismerem a csapatom, hogy a maximum fogodni. Abba ez a maximum, ez a NBA parádéből szembe, a milyen, nem tudom. Mert valaki, ha jól számolt, ha jól tudom, 44 NBA játékos van ez az Európa bajnoksága, és 15 vagy 20 itt van a mi csapat. Ez most legyen az ember a talpából, ki azt mondja, és Euróliga játékos nem számoltunk, nálunk egy Euróligás játékos van, többiek szerint aláértékelt vannak. Én szerintem sokkal jobbak, mint az emberek gondolnak. Mi lesz az elég? Nekem, én mindig elégedett vagyok velünk, mert eddig nem volt én, hogy csalódás okozták. A egyetlen csalódásom lesz, ha valaki megsír. Játszottunk két marha jó meccset, VB selejtező címén. Szerinted inkább jót tett a csapatnak, hogy az EB előtt két ilyen éles meccsünk volt, vagy most inkább meg fogjuk inni a levét, mert hogyha eddig bárki egy picit félvárról vett volna minket, ez utána két meccs után nagyon nem fog. Jó kérdés. Szerintem inkább felkészített minket arra, hogy mi vár ránk itt az EB-n. Én azt gondolom, hogy segített. Én mindig abban hiszek, hogy sportolók vagyunk, és egyértelmű, hogyha kimegyünk a pályára, akkor maximumot kell nyújtani. Formában kell megérkezni szerintem egy Európa-bajnokságra. És kis szerencsével nyerhetünk volna otthon is, Szombathelyen, a litvánok ellen. Kicsit sajnálom is ezt a litván meccset, hogy nem sikerült megnyernünk, megmondom őszintén. Azon a mérkőzésen kicsit megfordulhatnak a százalékok, és nem ők dobnak 50-valahány százalékkal, hanem mi, akkor nyerünk. Még mindig nem sikerült elkapni egy igazi sztárcsapatot, már csak ezt hiányzik a válogatottól, hogy egy ilyen igazi
top 5-ös, európai top 5-ös csapatot elkapjunk. Előnyünkre vált, úgy gondolom, ez a két mérkőzés, és szeretnénk ezt a játékot folytatni itt az Európa-bajnokságon is. Bennünket is tudod, hogy igenis lehet esélyünk ilyen csapatok ellen jó mérkőzés játszani. Jó az, hogy a legfontosabb meccsel kezdünk, vagy ebből a szempontból jobb lett volna, ha valamikor később van, és ha igen, akkor mikor? Örülök neki, hogy mindjárt egy olyan meccsel kezdünk, ami majdhogy nem eldönti. Szerintem jó. Én szeretem ezt. Én örülök neki, hogy először. Mindenki friss a csapatból, nincsenek sérülések. De szerintem ez hasonló meccs lesz, mint mondjuk a Cselek ellen játszottunk, hogy igazából van esélyünk. Papírforma alapján a legkönnyebbnek tűnő mérkőzés. Most ezt azért mondom, hogy papírforma alapján, mivel nem lesz az, hiszen ők meg úgy érkeztek ebbe a EB csoportba, hogy megverték Franciaországot. Van 2-3 top játékosuk, a többi játékosuk pedig hasonló szinten játszik, mint mi. Mindenki tudni fogja a feladatát, nem sorozott terhelésből jössz. Én szerintem nekünk ez talán előnyünkre válik. Ez a meccs van most már lassan egy hete fókuszban. Rá tudtunk több nap alatt készülni erre a mérkőzésre. De nekem ez a 3 nap, hogy itt vagyunk, és igazából idézőjelben semmit tevünk, és csak egy edzés, és akkor itt lófálunk a hotelben, nekem ez nagyon rossz. Tehát a csemeccse is úgy mentünk, hogy próbálunk úgy játszani, hogy a bosnyákok ellen, ahogy játszottunk az utóbbi két világbajnok is, a lejtezőn ott is benne volt a fejünkben az, hogy ez a bosnyák meccs itt lesz, és úgymond ez a legfontosabb. Például most egy jó kezdéssel meg lehetne alapozni egy további jó folytatást. Nyilván nem lesz egyszerű dolgunk, de azon leszünk, hogy holnap meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Nekem van egy ilyen belső érzésem, hogy itt egy nagy csapat meg fog égni. Mert ebben nagyon benne van az, hogy egy nagy csapat a 4-ből meg tud égni úgy, hogy csinálnak egy körbeverést, és mi kicsi csapatok, hogyha mondjuk elcsípünk 2-t, akkor ott egy nagy csapat nagyon meg fog tudni égni. Miben változott 2017 óta szerinted a legnagyobbat a magyar válogatott? Jóval tapasztaltabb lett mindenki, másabb az észjárásunk. Sokkal több a nemzetközi rutinunk talán, mint akkor volt. Összességében szerintem ez egy jobb csapat. Megszoktuk ezt a közeget, hogyha élhetek ezzel a szóval. A 2017-es EB-n nyilván arról szólt, hogy Hanga Ádám, Bolyvar a Dávid megkapja a labdát, és akkor majd ők rá, meg ő csinálja a figuráknak a 90%-át. Ez már egy teljesen más csapat. Úgy gondolom, hogy a rendszert, ezt, amit Stoyan kiépített, sokkal jobban meg tudjuk csinálni, mint akkor is jól meg tudtuk csinálni, de most sokkal automatikusabban jönnek a dolgok, illetve ösztönösebben. Tehát ez nem két emberről szól, mondjuk 17-ben, hanem itt tényleg ez már egy, van 6-7 olyan ember, aki bármikor kezdő össze a labdát, és esetleg eldönti a mérkőzést. Ugye azóta nem nagyon lehetett test közelből pályán látni, hogyan változott az Ádám? Hanga Ádi is, hát szerintem sokkal jobb lett, mint 2017-es Európa-bajnokságon volt. Emberileg ugyanaz a közvetlen jófej srác, mint aki volt. Ő a csapat húzó embere is. Még mindig elit. Tehát ez az elmúlt két meccs abszolút bizonyította itt a VB-selejtezős mérkőzés, hogy európai szinten is egy top játékos. Szerintem olyan, mintha el sem ment volna. Tehát, hogy igazából, mintha ugyanonnan tudnák folytatni minden beszélgetés, stb. És miben változtál te az gépest? Nagyon sokat. Szerintem sokkal lesimultabb a játékom, sokkal érettebb vagyok. Lehet, hogy nem vagyok annyira atletikus, vagy nem vagyok annyira gyors esetleg, mint voltam, bár még ez sem biztos amúgy, mert az elmúlt két meccsen jól titkoltam. Mert igen, tehát hogy ez sem biztos amúgy. Én azt gondolom, hogy amiben rettentően sokat fejlődtem, az a játéknak az olvasása, mint támadásban, mint pedig védekezésben, különböző szituációkra hogyan tudok reagálni. Sokkal nyugodtabb vagyok most már, nem annyira. Tehát megvárom inkább azt, hogy a játék, hogy is mondják, hogy hagyjam, hogy a játék találjon meg engem, mint hogy én próbáljam magam erőltetni. Mi a forgatókönyv? Ugye eléggé a végén jártok ennek a Babaváros projektnek. Mi a forgatókönyv, hogyha kapsz egy telefont? Igazából most még a jövő héten van egy vizsgálat, azután okosabbak vagyunk, de hát úgy készülök, hogy az a, nyilván mi, amit mond a doki most jövő, nem most héten, pénteken, ugye attól függően, de valószínűleg telefon majd ott lesz, vagy a Gábornál, Tominál, valakinél, akinél mindig elérhető lesz, mondjuk edzünk, vagy meccsünk van. És hogyha csörren, és mondjuk, akkor hazamegyek, nyilván. Meccset tehát befejeznéd azért? Mondjuk, hogy meccs közben szólnak? Ezt meg ki kell logisztikázni, mert nagyon messze vagyunk, és nem tudnám, hogy odaérnék-e. Úgyhogy lehet, hogy nem. De ezt meg kéne beszélnem még a Stólével is azért. Az
az átigazolás bejelentése után először, ha jól gondolom, és jó ideig, biztosan utoljára játszottál Szombathelye. Milyen volt? Hát nagyon jó volt. Igazából nyilván nem úgy tűnt, mintha megorrolt volna rád a közönség. Nem, nyilván örültem annak, hogy ez végül így alakult, és így hozta a sors. És tényleg, amit ki is emelek, hogy hálás vagyok. Tehát nyilván hálás vagyok Szombathelynek azért, amit kaptam. És bárhova fogok menni, azt fogom mondani, hogy én engem a Falkó nevelt ki, és ez így is van. Változik az ember ilyenkor, amikor aláír egy ilyen szerződést? Nagyon sok minden kellett ehhez, tehát az, hogy nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt mondjuk én a Falkóval ugye játszottam a Bajnokok Ligájában, csapatkapitány voltam, tanultam ezekből, tanultam olyan dolgokból, amik történtek ott. Nyilván az is közrejátszik ehhez, hogy közben ugye én sajnos elvesztettem édesanyámat, aki nagyon sokat segített nekem, aki rengeteg mindenben gyakorlatilag egész utánpótlás koromban ott volt mögöttem, de az embernek én azt gondolom, hogy mindig van egy érzelmi oldala, mindig van egy olyan oldala, amihez ragaszkodik, és talán ez a legfontosabb szó, hogy a biztonságot legyen mögötte, és ez megvan itt ebbe a válogatottban is, megvolt az utóbbi évek Falkójában is, megvan a családban is, és tényleg ez az, ami összetartja az egészet, és ez a legfontosabb. Azt érzem, hogy egy nagyon felszabadult, nagyon öröm kosárlabdát tudok játszani, amit szeretek azokkal a srácokkal, akik pont most valamelyik nap beszéltem a feleségemmel, és kérdezte, hogy mi újság van, és ő ugye mindig, amikor Madridba kérdezi tőlem, hogy valami információt mondjuk a másik feleségtől kap meg, és kérdezi tőlem, hogy ti nem beszéltek benne az öltözőbe? És mondom, hogy nem. Tehát igazából mi ugye egész évben együtt vagyunk, bemegyünk, mindenki nyomkodja a telefonját, és ott nem van kommunikáció a magánéletről. És itt a válogatottban ez nagyon jó, hogy ez teljesen más, ez sokkal inkább együtt vagyunk, sokkal inkább több a kommunikáció. Nyilván együtt nőttünk föl, tehát azért ismerjük ők egymást 20 éve, úgyhogy ebből a szempontból egy teljesen más, és sokkal jobban megmelengeti a szívemet ez, és egy teljesen más érzés itt lenni. Hogyan jött ez, hogy a meccsek előtt ezt a kis beszédet, ezt te adod elő? Mikor volt a premiered? Hát a premierem az 8 évvel ezelőtt volt. Hát ez úgy történt, hogy egy videózás volt mérkőzés előtt, és akkor Stoyan elmondta, hogy mi a feladat, és akkor még megkérdezte utoljára, hogy engem, hogy John C. valami hozzáfűzni való, és akkor én ott mondtam egy-két szót, és akkor hát ez nagyon tetszett mindenkinek. Aztán amikor a mérkőzés elkezdődött volna, mielőtt kifutottunk volna a pályára, akkor ismét megkértek a többiek, hogy mondjak pár szót, mi fog történni a mérkőzésen, és akkor ez így kezdődött. De egyébként a magánéletben csúnyán beszélsz? Hát nem szoktam csúnyán beszélni, de... Ezekre tartogatod? Hát itt azért kijön belőle. Te. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy Montenegróba elküldted, leírtad, és nem tudom, kinek kellett végül felolvasnia. Igen, a Somogyi Ádámnak kellett felolvasnia. Ez álló feladat? Hát próbáltam, ugye ezt próbálom úgy összeállítani, hogy vicces is legyen, kemény is legyen. De azért tetszedjen mindenkinek, tehát... De várjál, oké, te ezt így megírod magadnak nagyjából? Hát igen, ezt muszáj megírni, mert itt nagyok az igények a válogatottba, azért itt nem lehet csak úgy. És már megvan a holnapi meccsre? Az még nincs meg, de rajta vagyok ezen is. Tehát ezt le kell üljek, egy kicsit kikapcsolni az agyamat, és akkor ez így jön az ikre. És akkor ezt megtanulod? Hát igen. Elképesztő. Megtanulom, és akkor mérkőzés előtt előadom a többieknek. Mi az, amikor elégedetlenül, nem tudom, dühösen, nem tudom, mész haza? Mi az, ami nem fér bele ebbe az EB-be? Hát, hogyha 0-0 lőtt, akkor egyértelműen, hát egyértelműen azt mondom, hogy azért... 5 szét vereség le van szállva? Nem. Hát a 0-5 az megmondom, az fájna, hogyha mondjuk 5 vereség. Nekünk egyáltalán nincs veszíteni valunk. Mindjárt itt a Bosnyák meccset, ezt meg akarjuk nyerni. Tehát nem az van, hogy jönnek a Bosnyák, nyilván nagyon kellemetlen ellenfél, megnéztük videón őket, borzasztó, csúnyán mondva undorító stílusban játszanak, végigverekszik a meccset, ott van a kőkemény fizikálisan, az összes játékosuk 2 méter fölött van, úgyhogy biztos, hogy egy ilyen igazi jó brusztolos harcos mérkőzés lesz, de őket nagyon meg akarjuk verni. Jussunk tovább a csoportban, ha nem jutnánk tovább, akkor csalódott lennék, mert úgy érzem, hogy tovább lehet jutni, annak ellenére, hogy bazi erős ez a csoport. Nem szeretnénk ilyen, mint ami volt Kaposváron, hogy 40 pontra kikapunk a franciáktól, és ilyen nagyon megalázó módon esetleg mondjuk kikapni, vagy a meccseket feladni, hogyha esetleg olyan eredmény van.
egy nagyon kemény egy hét lesz, mind mentálisan, mind pedig fizikálisan. Nekem nem is titkolom igazából, nekem az a célom, hogy a top 8-ba jussak. Tehát ugye top 16-ban voltunk 2017-ben, éppen beszéltünk arról, hogy ez már egy jobb csapat, és én azt gondolom, hogy ha megadatik nekünk a lehetőség, hogy top 16-ba bekerüljünk, akkor azt gondolom, hogy onnantól kezdve bárkivel fogunk, ráadásul a spanyolok csoportjával fogunk keresztbe játszani, ahol én látom, hogy milyen csapatok vannak. Én azt gondolom, hogy ha ez megadatik nekünk, akkor nagyon nagy lehetőségünk van arra, hogy top 8-ba jussunk is. Akkor lesz bennem hiányérzet, ha nem adjuk ki azt, ami bennünk van. Ha itt mondjuk most megkérdezed az összes ellenfelünket a játékosoktól, a legkevésbé a magyar csapat van az ő fejükbe. Itt csak nekik van veszíteni valójuk. De úgy érzem, hogy lehet így keresni valamit. Tudod, így elrontani a nagyok játékát, hogy erre így jók lennénk most.